A Bácsföldvári Vojvodina Teke Klub 5-3-ra legyőzte az Antalfalvi Szlávia csapatát, és ezzel elkönyvelhette második győzelmét a bajnokság kezdete óta. A Vojvodina csapatából a legjobb eredményt Kurcinák Gábor érte el 598 tekebábúval, a vendégjátékosok közül pedig Jaroszláv Strakusek volt a legjobb 566 tekebábúval. A többi bácsföldvári játékos a következő eredményeket érte el. Kacsánszki 561, Radatovics 535, Varga 248, Tóth 292, Bojnovics 514, Erdeján 582 ledöntött tekebábúval. Az antalfalvi csapat egy kellemetlen ellenfélig törökbecsén, ők az egyik várományosai a magasabb rangra jutásnak. Mi megvalósítottuk azt, amit kitűztünk célul. Ez volt a második forduló, és az első fordulóban is győztünk egy szintén olyan csapat ellen, akik a magasabb rangra jutásra törekednek. Ráadásul vendégségben győztünk, ők a galambóci csapat. A következő fordulóban Apatinba utazunk, ahol szintén a győzelemért fogunk harcolni. Célunk, hogy bejussunk a Szuperligába. Remélem, hogy idén ezt sikerül megvalósítanunk, ugyanis teljes a csapat, nincsenek sérült játékosaink, és ha ez így marad a végéig, akkor nem lesz probléma.